Szóval ott tartottunk, hogy öcsi bácsi tiszta erőből gyúrni kezdik, pedig úgy képzelte, már véget ért a masszázs. Később aztán kiderült, a masszőr azt kérdezte, elég volt-e, ám a fordítva gesztikuláló bolgárok körében öcsi bácsi bólintása azt jelentette, nem. Alig, hanem minden játékosnak megvannak a történetei a masszőrökkel kapcsolatban. A csapat szerves részét képezik ők, munkájukra nagy szükség van. Most az ő világukba pillanthatunk bele. Színes tapaszok, bandázsok, ilyen-olyan kötözők, mindenféle sprék és kenőcsök, vitaminok és gyógyszerek az asztalon és a polcokon, focisták az ágyakon. A Puskás Akadémia masszírozó szobájában járunk, ahol erős kezű férfi emberek munkálkodnak azon, hogy játékosaink a legjobb állapotban legyenek. Voltak épp kik ők, s pontosan mi a feladatuk? Rövid távon az, hogy megelőzzük a bajt, ha már az van, akkor felismerjük, a legvégén pedig, hogy gyorsan segítsünk. Igazából a mi feladatunk az, hogy a meccsek előtt, hogy aki kér gyuratást, akkor őket megmasszírozni, bemelegíteni az izmokat, majd a meccsek közben, hogyha megsérül egy játékos, akkor ápolást nyújtani. Gyakorlatilag elég univerzálisak vagyunk, hogy úgy mondjam, mert egészen hát nyilván a masszírozástól kezdve a csomagok, ha éppen utazik a csapat, pakolásán át a pályán segítünk az edzőknek vagy a játékosoknak a magánéletben is, ha tudunk bármiféle problémával. Tehát így összetett, de hát igazából maga a masszírozás, edzéseken csak előtt, utána a feladatunk. Épp edzés előtt vagyunk, sorra érkeznek a fiúk a masszőrök szobájába. Norman azért jött Barnihoz, mert azt tapasztalta, hogy az előző edzés során elfáradtak az izmai, s a bemelegítő masszázs abban segíti, hogy ismét jó formába lendülhessen a következő tréningre. Ugye most egy meleg krémmel keni át a lábamat, általában az egy kicsit csípős a krém, de az a lényege, hogy rendesen bemelegedjenek az izmaim. Hasonló a helyzet NB1-es csapatunk házatáján is. Hát most az itt csak egy ilyen kis edzés előtti frissítő, elpörgető masszázs kell. Szerintem egy kicsit a futballistákkal talán szerencsénk van, hogy nem egy súlyemelőt kell masszíroznunk. Tehát általában ők ugye, hogy úgy mondjam, egy normál testalkat, általában én azt mondom, hogy a tapasztalata 80-90%-a azért az egy viszonylag laza, tónusú izomzattal rendelkezik. Tehát jó velük foglalkozni, jó masszírozni őket, könnyebb, mint ugye egy mit tudom én, kosárlabdázót vagy kézilabdázót. No persze, hátulütője is van ám ennek a szakmának. Ez egy gyakori masszőrbetegség, hogy az ujjak elleformálódnak kicsit, illetve megrődülnek, ez a munka ártalma. Egy-egy edzés előtti bemelegítő masszázs között olyan játékosok is felkeresik a masszírozó helyiséget, akik épp kisebb-nagyobb sérüléssel küzdenek. Az egyik játékos kineziológiai tapaszt kap, a másik egy egyszerű sebb tapaszt, míg például U14-es kapusunknak a hüvelykujját kell rögzíteni. Sokfajta sérülés szokott lenni, akár törés, izomhúzódások, de inkább izomhúzódások, izomproblémák. Esetleg apró vérzések, itt a másiknak a stoplisa felszakítja egy kicsit éppen a kezét, lábát. És ott van még az úgynevezett medvepuszi. De mi is ez valójában? Az, amikor leggyakrabban combra kap egy nagyobb rúgást, és akkor az izom összeugrik, és vérömlény keletkezik az izomba. Minél gyorsabban lokalizálni kell a sérülést, tehát ha tényleg akkor átkapod, hogy akár egy kis vérömlény is okozhat majd később nagyobb gondot, tehát azt lokalizáljuk. Ugye ez hűtéssel történik, akár hideg vízzel, szivacssal, vagy hát a fagyasztó sprével. Első csapatunk masszőrjei közül István, avagy Pityesz, közel 20, Imre, vagyis Lahó pedig több mint 20 éve dolgozik masszőrként a futballban, és évek óta akadémiánkon.
és persze nem véletlen a hivatás választásuk. Szeretem ezt a sportágat, tehát mivel üztem is, ezért én ennek a szerelmese vagyok ennek a sportágnak. Futball az életem, a futballt imádtam, imádom. Lahó régebben ugyancsak focizott, NB3-as szinten, és az egykori csapatához érkezett masszőrtől kapott kedvet a szakmájához. Utánpótlás játékosaink egyik masszőre, Barni pedig egykori játékosként szintén a futballból merített ihletet. Próbáltam egy olyan szakmát keresni, ami közel áll a focihoz, vagyis hát a foci mellett dolgozhatok közvetlenül. Focista nem lehettem sajnos, mert nem játszottam a magas szinten, mint az itt futballozók, de magyar másodosztályban játszottam utánpótlás szinten, és tudtam, hogy nem lehetek sosem profi. A masszőrök szerint az a legjobb a munkájukban, hogy segíthetnek a fiúknak, akik akár gondjaikat, bajaikat is megoszthatják velük. A srácokkal azt gondolom, hogy jó viszonyt ápolunk, és hát tényleg néha ugye mi vagyunk azok, akiknek kiöntik a lelküket. Mi ezt természetesen tovább nem adjuk, kettőnk titka marad mindig.